Hát ugye 89 és 93 között jártam gimnáziumba, az ugye a Pálcai Csere János gimnáziumba, és akkor volt egy legintenzívebb kapcsolatom a térrel, mert hazafele akkor az egyik legjobb barátnőm, mert mindig megálltunk a téren, és körülbelül egy óráig ott beszélgettünk, és úgy mentem haza. Gyakorlatilag egyébként, mivel a déli pályaudvarnál laktunk, nem kellett volna így menni, tehát sokkal egyszerűbb lett volna Asztóriától, mert ugye a súly az Asztóriánál volt, Asztóriától elmegyek a déli pályaudvarig simán, de mivel a barátnőmnek ott kellett átszállni a 22-es buszra, ezért ugye én is csatlakoztam hozzá, és akkor a Moszkva téről mentem tovább haza az 59-es villamossal. Meg ezzel a barátnőmmel akkor vettünk Orbit rágót, ami ma azért vicces, hogy ezt így emlegettem, de hogy akkor ez egy új rágó volt, és akkor ugye mindig ott vettük meg, és annyi volt a különbség, hogy ő mindig kéket vett, én meg zöldet, de hogy ez is az egy ilyen trafikszerűség volt, és hogy mindig ott vettük meg. Ma is ott van, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, volt ez a 22-es megálló, és akkor ugye ott kellett, hogy szétváljanak az útjaim, és ezért ott mindig az, hogy még mindig volt valami, amit meg kellett aktuálisan beszélnünk, mert ez ugye normál esetben 5 perc lett volna, de valahogy mindig eltartott egy óráig, de hát ezek ilyen teljesen ilyen, hát ilyen kamaszos dolgok, hogy mondjuk szerelmesek voltunk, volt, hogy reménytelenül, volt aztán, hogy nem reménytelenül, és akkor ezeket így megbeszéltük meg hogy egy csomót így, hát hogy nevettünk, de ilyen hülyeségekkel, hogy mondjuk megfigyeltünk embereket, akik ott elmentek, és a ruházatukon, ma már ez így furcsa, de mármint ugye az akkor én magam, ugye akkor én írtam naplót, és a naplóban is ezekről így írkáltam meg, hát voltak ilyen ötleteink, hogy akkor még ilyen magnós korszak volt, kazettás magnó, és akkor például ott találtuk ki, hogy csinálunk egy színdarabot, és ezt felvettük kazettára. De és ilyen hanghatásokat tettünk hozzá, hogy ilyen üldözési jelenet, az iskola mellett volt egy szivárvány köz, ami ilyen nagyon koszos volt, de akkor ez is bekerült ebbe a darabba, de emlékszem, hogy ezt ott ötleteltük, hogy mik legyenek ebben a kis, vagy nem is, hát inkább rádiójátéknak mondanám. Tehát, hogy nekünk az egy nagy élmény volt, hogy fogunk egy üres kazettát, és akkor arra csinálunk mi egy ilyen kis rádiójátékszerű felvételt. A napló az 89-től 94-ig van vezetve, és pont egyébként van egy olyan vers, amiben erre a kazettára, meg a darabra is utalok. Hát úgyhogy, ha ez érdekes, akkor én ebből a részletet szívesen felolvasok. Moszkva tér, 22-es megálló, dumálunk, körülöttünk emberek, azok a hülye ötletek. Röhögünk, mindenki minket néz, mi úgy gondoljuk őrültnek, de nem zavar, és az sem, hogyha túl hangosan ecsetelem véleményem az élet mozgató rugójáról. Emlékszem, tavaly is így volt, tavaly is itt álltunk a 22-es megállóban. Aztán igen, pont itt álltunk röhögve, amikor benne zsibongott a szerelem, és én még mit sem sejtettem, milyen lehetett az az érzés. Ma azt mondom, hogy ez nem vers. Hát ez ilyen slam poetry. Viszont azért, ja, a poént ezt még nem lőttem le, hogy végződik ez a versszerűség. Képzeld, most bennem zsibong az érzés. Szerelem talán, szerelmes vagyok, szeretném. És akkor ez tényleg ugye első szerelem, majd az ugye jön, és ez ugye annak a előidőszaka. Cségizett, amikor én harmadikos voltam, a virágot a Moszkva téren vettem meg neki a ballagására, és arra ugye emlékszem, hogy van ott ez a rémes szobor, az amilyen, mintha ananásznak néz neki az. És hogy onnál így leültem ezzel a csokor virággal a kezembe, és akkor ilyen indultam ugye a ballagására, és én boldog voltam, hogy hát ez kurva jó, hogy én most szerelmes vagyok, és itt vettem, mert hogy olyan virágot akartam neki venni, akkor a Moszkva téren árultak ilyen szép kis csokrokat, hogy hát azért, hogy olyan ne az legyen, hogy egy szálvirág, hanem ilyen kis csokor, és akkor azt vittem neki, erre határozottan emlékszem, és erről viszont van felvétel, ami nála megvan, mert mint hogy a ballagásról, de szerintem nem tudom, hogy ő ezt előbben lesz, de ezt tudom, hogy erről ezt lehet felvétel.